9 évvel ezelőtt, ezen a napon, az esti órákban zuhant le a Hejce fölé magasodó Borsóhegyre, a kassai repülőtér közelében, a leszállópályától alig 30 kilométerre a szlovák légierő A-24-es repülőgépe. A tragédiában 42, a koszovói KFOR békemisszióból hazatérő katona vesztette életét, a szerencsétlenséget csupán egy katona élte túl. A megemlékezés, amelyen jelen volt mások mellett Martin Glovács szlovák védelmi miniszter, Milan Maxim vezérkari főnök, Benkő Tibor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke, és Kunszabó István, a honvédelmi minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, a borsóhegyi emlékhelyen kezdődött, ahol 42 kopjafa tiszteleg az elhunytak előtt. Andrej Kiska, a szlovák köztársaság elnöke az elhunyt katonákról szólva azt mondta, azok a nők és férfiak, akik életüket vesztették, olyan foglalkozást választottak, amely egyúttal hivatás is, a hazájukat szolgálták. A hazájuk küldte őket, hogy segítsenek befejezni a vérontást és védjék az életet, ellenőrizzék az alapvető emberi és szabadságjogok betartását, illetve segítsék a béke folyamatot. Küldetésük sikeres volt, ők azonban életüket vesztették. Szőke László, a köztársasági elnöki hivatal külügyi igazgatója hangsúlyozta, azok, akikre emlékezünk, szép példáját adták annak a tanításnak, ami szerint nem csak magunkért születünk. Felidézte, hogy a szerencsétlenség estéjén, amikor Hejce felett felcsaptak a lángok, egyként mozdult meg a falu.